Az Arad megyei Pécskán épülő új bölcsőde és óvoda alapzatában időkapszulát helyeztek el. A beruházás a magyar kormány támogatásával valósul meg a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. 2022 végéig befejeződhet valamennyi megkezdett bölcsőde és óvoda építése a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. A 61 milliárd forintos, azaz mintegy 800 millió lejes költségvetésű programban összesen 176 új magyar óvoda épül, és csaknem 800 kerül felújításra. Ugyanakkor elkészült 400 játszótér és nagy mennyiségű didaktikai eszköz került a külhoni magyar óvodákba, összegezte dr. Grezsa István miniszteri biztos az Arad megyei Pécskán. A gazdaságfejlesztés programok mellett Trianonon ez a legnagyobb rendszer szintű nemzetpolitikai beavatkozás, és ezek közül több mint a fele a forrásoknak Erdélyben kerül hasznosításra, hogy a 176 új intézményből is 103 ebben a hatalmas nemzetrészünkben épül. A román-magyar határ mentén fekvő Pécskán már elkezdődött a falak építése. Az új épületben csaknem 60 gyermek ellátását fogják biztosítani egy bölcsődei és két óvodai csoportban. A településen jelenleg 200 óvodai vesz részt napközi programban. Várhatóan a számuk nőni fog, ha beindul az új intézmény. A 200 gyerekből, akik a hosszú program óvodájának, körülbelül 30 magyar gyerek van, abból egy része itt fog majd óvodába járni, és remélem, hogy azok a gyerekek, akik a rövid program óvodába járnak és magyar tagozaton, azokból is jó pár ide fognak jönni. A beruházás hidat képez a többségi románság és a magyarok között, ugyanakkor az erdélyi vallási tolerancia jelképe is, mivel a Királyhágó melléki református egyházkerület közreműködésével valósul meg, a többségében római katolikusok által lakott Pécskán. Hittel és reménykedve kell nekünk, Istenben bízva, munkálkodnunk a jövőért. Isten ránk feladatot bíz, és mi ezt a feladatot teljesítjük, ezért nem hátráltunk ki a felkérés, a lehetőség alól. Arad megyében a Pécskai a második oktatási intézmény, amely a magyar kormány támogatásával épül.